Hölgyeim és Uraim, sok szeretettel köszöntelek titeket. Valakit személyesen évek óta ismerek, valakit nem, valószínűleg ez az én hibám. Nagyon megjött eddig is, mondtam, hogy eddig de várni kell egy picit. Hajrá, Becse! Megvárom, míg leülnek. Úgy van, leültek. Tehát sokatokat ismerek, és nagyon szépen köszönöm, hogy Szent Gotthártól egészen Debrecen Nyíregyháza vonaláig eljöttök és megtiszteltek minket. Azt szeretném mondani, hogy a Duna Vízi Turisztikai Régió Szövetsége összehívta ezt a megbeszélést, és Henry barátom, akit itt külön tisztelhetek, leányfalura tette ezt a megbeszélést. Úgy gondolta, hogy Lányfalu talán méltó hely ahhoz, hogy ezt a konferenciát meg tudjuk tartani. Amit csak előjáróban szeretnék mondani, figyeljetek el nekem, ez a 30-40 éves gyakorlat az bizonyította be, hogy egyedül nem megy, tehát ha egy fő, akár a vadkacsa legyen ezzel a maga 20 évével, amiről majd esetleg egy pár percet fogok beszélni, ezek az eredmények azért csak akkor jönnek létre, amikor több társaság, több civil szerveződés összefog, és ennek az eredményeképpen, mint erő, meg tudunk jelenni ezen a jelenleg nagyon furcsa piacon, ahol ugye el kell tartanunk az egyesületet is, el kell tartanunk magát a dolgokat, tehát magyarán ebben a jelenlegi pénzügyi világban úgy, hogy közhasznú legyél, meg rendes legyél, megfelelj a közhasznúságnak, meg még pénzed is legyen, ez egy nagyon-nagyon teljes embert igényel. Tulajdonképpen annyit tudok előjárva nektek mondani, hogy ez olyan, mint az embernek a vállalkozása, ezzel fekszünk, és ezzel kerünk, tulajdonképpen jó korán kezdünk. Gyertek be! Sziasztok, semmi baj! Miki, gyertek, hozzék le! Tehát azt tudom mondani, hogy ezzel kerünk, és ezzel fekszünk le, amikor kerünk, természetesen jó korán, mert jelen pillanatban csak úgy lehet fönntartani az egyesületet. Hölgyeim és Uraim, én mindenkinek meg szeretném köszönni a faluháznak, Lányfalu községének, ami nagy község, Lányfalu községének, azt, hogy helyt adott nekünk, mindenkinek, aki segített a kiállítás létrehozásában. Külön köszönet, és természetesen soha ne felejtsük el, hogy ez a szövetségnek a meghívója, és nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek. Engedjétek meg, hogy bemutassam Rosszma János polgármester urat. Ő megnyitja a János, mindjárt át is adom. Jánosra annyit kell tudni, hogy nem csak előjárom, mint képviselő és polgármester úr, hanem ő vízi szakember, és jelen pillanatban is most sokkal magasabb iskolai végzettsége van a vízi vonalon, mint nekem. Tehát nem csak előjárom, hanem parancsnokom is ez ügyben. Egyre rosszabb helyzetben kerülök. Drága János, légy szíves, nyisd meg a konferenciát. Ugye nem egészen igaz, mert ugye a FEPE nincs tisztában a képviselői pozíciójának a lehetőségeivel, ugyanis én nem tudom őt leváltani, viszont a testületben bármikor, ha összefognak, tehát nem tudom, vannak ilyen tervei, mindegy. Tulajdonképpen a Pepe arra célzott, hogy én a hajózási szakközépiskolában jártam a Lékaiba második évfolyamra, látszik, hogy milyen öreg vagyok, tehát előttem csak egy év, akkoriban ez egy nagyon jó iskola volt, és hát az én terveim úgy szerepeltek, hogy Mohart ösztöndíjasként én voltam többször hajózni is, aztán itt meg is szakadt ez a pálya, úgyhogy nekem ez egy örök fájdalmam, hogy hobbi szinten sem tudtam kapcsolódni a vízi élethez, pedig egyszer elkezdtem egy vitorlás tanfolyamot, de úgy alakult az életem, hogy erre sem idő, sem energiám nem volt. Ez egy fájó dolog, de a vizet azt mindig is imádtam, a szemből kiderül, és én efelé terveztem az életemet, hogy ilyen csavargó alkat vagyok. Az helyek közben összejött, de nem elsősorban vízi vonalom. Én nagyon köszönöm, hogy ilyen sokan eljöttek, és ezt bátran mondhatom, hogy bármikor szívesen látjuk Lányfalun ezt a csapatot, mert hát látható, hogy itt a Duna, van egy most 26 éve nálunk működő egyesület, ez most bővülni is fog, és Lányfalunak tartósan az a célja, hogy a Dunára idegenforgalmat telepítsen, itt egy megfelelő vízi turizmus kialakuljon. Ennél
még egy erősebb, mint ami jelenleg van. Hát nem egyszerű, mert azt mindenki tudja, hogy nem egyszerű, még egy hajó kikötést sem elintézni ma Magyarországon, hogy mindig megálljon a hajó, és mindig jöjjön a Kis-Dunába. De az adottság megvan, és én nagyon örülnék, hogyha itt a sok helyről eljött emberek terjesztenék Lánchegy hírét, és mondjuk akár a Vadkacsa kapcsán, vagy akár vízitúra kapcsán gyakrabban keresnék fel a Lánchegyfalut. Az adottságok megvannak, víz van, a szálláshelyünkkel vannak problémák, de szerintem a környezet, a hegyek, a Tominit tartósabb megállásra is ad lehetőséget. Jó munkát kívánok a konferenciához, nem ígérem, hogy végig maradok, de egy-két terület biztos meg fog hallgatni, és köszönöm szépen, hogy meghallgatt. Köszönöm szépen, János. A tisztem az rövid, egy 5-10 percen belül bemutatnám az egyesületet, de mielőtt rátérnék, a kiállítás lényeg, amit itt láttok, az nem más, mint egy olyanfajta elképzelés, amit én csináltam. Az egyik, hogy gyerekegyesületről van szó, és mi úgy gondoltuk, hogy a Vadkacsa Egyesület mellett megcsináltuk az indián egyesületünket is, a Csingacsuk Hajós Klubot. Nem véletlenül, mert sok barátom, hogy ott közelebb ül, és majd látjátok, szintén ugyanolyan ősz, mint én, csak neki nem múlik a haja, úgyhogy már most utálom. Tehát jelen pillanatban az ő rezervátuma Móna Szecsődön egy olyan fajta példát mutatott nekünk, hogy hogy kell ezt nagyon szépen megcsinálni, és olyan archaikus módon, itt látok majd egy evezőt, ami a Rába Maratonnak a díjai volt, vagy voltak, találtok majd a vetítővászon mögött egy pólót, tehát ő ezekre a finomságokra ad, hogy mindig legyen egy batikolt póló, legyen egy olyan evező, amit kézzel gyártanak le, tehát amikor a maraton szeptemberben második hétvégén elindul, akkor ők már 2-3 hónapig kézileg elkészítik a csapatuk azokat az ajándékokat, ami díjként nagy örömmel mindig átvesz. Az indián kultúra az nekem nagyon fontos, mert az indiánok olyan archaikus társaság, amiből mindig meríteni lehet. A második tablónál a Duna, hát a Dunáról is meg kell emlékezni, hogy több olyan fajta könyvet láttok, fölhívnám a figyelmeteket a Duna titkairól, tehát hogy a Duna mellett hajózik, Donaueschingentől a Fekete-tengerig minden egyes településről regéket ír, mondákat gyűjtött össze. Ez azért érdekes, mert például a visegrádi vár rekonstrukció után, vagy közben rengeteg pulykacsontot találtak például, és ugye amerikai felfedezése az Mátyás király utánra esett, tehát jelen pillanatban azt bizonyítja, hogy igenis Kolumbusz előtt már a vikingek, sőt a kínai hajósok is ugye átszerték és megfelfedezték az új hazát. Valaki ide hozta a pulykákat, ez is elképzelhető, de az a valószínű, hogy hajóval együtt hozták ezt a pulykát. A kínai hajósokról annyit még, hogy a skorbut járvány az ugye minden hajósok rémálma volt, és a kínai hajósok a fedélzetet bevetették földdel, és ott zöldséget termeltek, mert azt mondták, hogy akkor, ha zöldséget fogyasztanak, akkor a járványt elkerüli. Érdekes még a magyar hajóhadak története is, az pedig, gondoljátok végig, mert nem voltak régen hadiutak, ezért akinek nem volt Dunai flottája, illetve a vízi flottája, az jelen pillanatban a hadsereg az mozgásképtelen volt, és a dr. Szentlár úram az írt egy gyönyörű könyvet erről a hajó utakról és ezekről a hadi hajó flottájáról. Én úgy gondolom, hogy azért tettünk ennyi könyvet be, hogy meg kell ezeket tanulni, mert csak akkor tudjátok átadni ezt a tudást, ha rengeteg könyvet olvastok, és én mindenkit arra biztatok, hogy legyen egy könyvtár irodalma, soha nem lehet későn elkezdeni, mert jelen pillanatban az ember gyűjti ezeket a könyveket, akkor nálam 100-200 darab ilyenfajta irodalom van. A harmadik tablón látjátok a túravezetők felszerelését, mi egy pár dolgot betettük, ami nagyon fontos, a vízhatlan egészségügyi doboztól kezdve, kérlek tisztelettel a vízhatlan hordóig, zsákokig, elemlámpáig, késig. Tehát ott azok a minimális felszerelések vannak. Egyfajta dolog az érdekessége, hogy van egy túra napló, amit minden túravezetőnek ajánlok, hogy a túrájával kapcsolatban jegyzeteket készítsen, hogy mit csinált rosszul és még rosszabbul, hogy az elkerülendő legyen a következő túrája
között, mert mindig azért valamit, valamit nem elfelejtünk, vagy rosszul csinálunk, vagy nem számítottunk rá. Tehát, hogy ezek a túráknak ez a könyve meglegyen. Ez nem szabad nagy dobra verni, ez legyen mindenkinek a saját maga titka. Én ezt csináltam Szenten, de azt mondták, hogy én ehhez nem értek, és le is váltottam. Tehát ennyit erről. A negyedik és az ötödik tablóban a túravezető könyve, illetve a mi kitüntetéseink, nagyon nagy megtiszteltetést kaptunk, hogy Lányfalu nagyköccsége, a Vadkacsa Egyeset ezért a munkáért kitüntette, de gyerekekért díjat is kaptunk, kaptunk egy tisztikeresztet, egy csomó mindent kaptunk azért, mert megbecsülik a mi munkánkat, és mi is úgy gondoltuk, hogy azokat az embereket, akik ezt a munkát, amit ti csináltok, és a mi látókörünkbe kerültek, azt mi kitüntettük, ugye először is csináltunk egy örökös vadkacsát, akik sokkal, nagyon sok pénzzel és munkával beszálltak, hogy segítsék a mi munkánkat, ezek örökös vadkacsák lettek, és csináltunk egy vízenjáró díjat, a vízenjáró emlékérmet osszuk ki azoknak az embereknek, akiket úgy ítélünk meg, ez most már lassan 20 éve. Ennek a díjnak az a történet, hogy mindenki főhelyre teszi az irodájába, a szobájába, mert úgy gondolják, hogy egy ilyenfajta gyerekegyesület, mint amit ti csináltok, hogy díjazzátok azokat az embereket, hogy nagyon jól esnek ezek a díjak bizonyos embereknek. Mi megcsináltuk a Dunatúrát még 1999-ben, ez a Duna kék szalagi, ezt valószínűleg többen láttátok a televízióban. Varga Jancsi barátommal lehajóztunk a tengerig, és sajnos nekem nincs olyan tenger, Russzéig vagyok meg, tehát Dona és Ingen Russzé, és úgy gondolom, hogy az elkövető időben még talán annyi energiám lesz, hogy Russzétól még lemegyek a tengerig, bár nem tudom, hogy de ez még hiányzik az én repertoáromban. A másik nagyon fontos dolog, ugye mi gyerekeket nevelünk, hogy a gyerekek olyan foglalkozást csinálnak, talán is kétműves tábort csinál évek. Kerámia különböző dolgokat csinál. A gyerekek kétműves foglalkozások. Íjjal, nyíllal bánnak a gyerekek. Ez megint egy veszélyes üzem, tehát magyarán nagy odafigyelést és koncentrálást kíván, de az agyagozás mellett például minden gyerek mentő mellénybe úszik a Dunán. Most azt mondjuk, hogy hát igen, hát a Duna azért van, hogy ússzon, de a folyóvízben lévő úszás az egész más technikát igényel, mint bárhogy. Ugye a Rábán, aki beborul, vagy a felső Tiszán, az tudja, hogy nem egyszerű. És általában mindig ott borulunk, ahol életveszélyes a probléma, tehát az ember, kivétel a Hévízpatak, ahol mi rendszeresen elmegyünk, és mindig egy-két ember azt hiszi, hogy ez egy nevetséges folyó, és többet úszunk télen, mint nyáron, de ez más kérdés. A Vadkacsa Egyeset 25 évében oda tettünk egy pár programot, volt olyan évünk, ahol 300 fölött volt a programjaink száma, ez nagyon sok volt, természetesen az évek változása alatt ez jóval lecsökkent, de azért minden hónapban van legalább 3-4 olyan rendezvényünk, amivel mi fönntartjuk az Egyesületet, és amire én szeretnék figyelmet szeretném felhívni, az az, hogy állandó változásban van minden Egyesület, legalábbis nekem ez a tapasztalatom, amit 20 évvel ezelőtt csináltunk, az már nem aktuális. Tehát illetve nyomaiban felfedezhető, hogy a gyerekek és felnőttek vízre mennek, de más a felszerelés, más a technika, más az igény. Tehát amikor mi tábortűz mellett boldogan tábortűz mellett aludtunk, akinek volt sátorja, már majdnem új gazdagnak számított, most már olyan fajta sátrak és felszerelések vannak, ami nagyon drágák és nagyon jók, de mégis a mi tapasztalatunk azt jelenti, hogy itt azért már bungalós, meg olyan helyekre mennek, hogy egész nap utaznik az ember a vízen, de aztán szeretnének lezuhanyozni, szeretnének kulturált környezetben eltölteni az éjszakát és a hajnalt. Tehát változik a világ, és ez nekünk mindig ezeket a kihívásokhoz meg kell, hogy feleljünk. Tehát nagyon nehéz ez a dolog. Én úgy gondolom, hogy még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek, beszélgessünk mindenki mindenkivel, és én úgy gondolom, ha a szövetségbe is tudunk tömörülni, akkor együtt képezhetünk egy olyan erőt, hogy egymást tudunk segíteni. Hogy mire gondolok? Valaki erre táborozik, kedvezményes táborhelyeket adunk, ha nincs hajója, akkor odaadjuk. Tehát, hogy valami olyan együttműködés jöhessen létre, ami segítsük egymás munkáját, hiszen a mi munkánk nagyon nehéz. Hölgyeim és uraim, azt hiszem, hogy az időm lejárt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. És szeretném megkérdezni Henriket,
hogy az előadó, a következő előadó vegye kezelésbe, illetve a programot, és akkor a következő előadót összebb Bánti Laci lesz. Kérjük fel, aki a Vadkocsi Egyesület örökös elnöke, a Vadkocsi Egyesületből ő elment a szövetség elnökéhez, magyarán elnökből elnököt csináltunk, Vadkocsi érdem, és hallgassuk meg Laci, sok-sok szeretettel, köszönöm. Én leszek a következő. Miután csúsztunk, ezért egy megőrvem leszetek veleteket egy kockás prezentációval. És ezzel rajta van minden. Én csak meg szeretném köszönni, hogy eljöttetek ennyien, illetve hogy kicsit olyan iskolás jellegűnek tűnik ez a dolog, úgyhogy nyugodtan lehet ezt lazában kezelni. Ugye az ajtót lehet, hogy ki is nyitom, hogy ne érezzétek azt, hogy tanórán vagytok. Prezentáció között valószínűleg lesz egy kis bénázás olyan szempontból, hogy mindenki másfajta anyaggal készült, úgyhogy közben nyugodtan jöttek, mehettek kávézni. A célemmel a következő, én csak egy pár szót mondanék a szövetségről, hogy miért csináljuk mi ezt az egészet alapvetően. 2012-ben alakult meg a Duna Régió Vízi Turisztikai Szövetség. Valószínűleg Európa leghosszabb nevű civil szervezete vagyunk. Angolra lefordítva még bonyolultabb a helyzet, ezért még az alapító tagunk sem tudja pontosan eltalálni mindig, hogy hogyan is hívnak minket. Nem azért csináltuk ezt, hogy konkurenciát nyújtsunk más egyéb civil szervezeteknek. Valószínűleg, hogy ez nem is sikerül, hiszen teljesen már céljaink vannak. Mi alapvetően ilyen közösségépítés, együttműködésben gondolkodunk, nem foglalkozunk sem vízisportokkal, sem turizmusfejlesztéssel, noha a turizmusban van a szövetségnek a nevében. A legfontosabb programunk most ez egy úgynevezett Együtt a vízen program, aminek az a lényege, hogy olyan hasonló hajókkal, mint amit itt a épületet láttok. Láttátok, illetve még nagyobb hajókkal is. Nek egyébként a gyártója itt ül jobb egybe, vagy bal egy, Mundi Tamás. Ingyenes vízparti családi programokat, piknikeket csinálunk, igyekszünk minél több helyre eljutni, és most meg is kérünk benneteket, hogy kérjetek fel minket, hogy menjünk el hozzátok ingyen levesztetni, hogyha arról van szó. Ez nekünk fontos, úgy gondoljuk, hogy így tudjuk terjeszteni a hitet, mondjuk így. Aztán ki mit vesz ki ebből az egészből? Valaki tud profitálni, mert itt a nagyon jó példa a Pepénél, ugye a Horváth Csabi, az indián, a kerus olimpiai bajnok indián, itt tartja most már harmadik éve az egyesületét, egy kerus sportegyesületet alapított, és a vízitúrázó gyerekekből szedi ki az ő kis versenyzőit, és működik a rendszer egyébként. Működik, Pepe? Ugye ebből is látszik, hogy a túra egyesület az tudja támogatni a sportegyesületet, hogyha éppen akarja, fordítva is nyilván. Mi pedig azt szeretnénk, hogy minden olyan vízparti településen élő ember, aki nem ismeri a vízterületet, vagy nem nagyon sokan vannak egyébként, soha életükben nem eleztek még noha egy folyó vagy egy túlmártatlan, az hozzájuthasson ehhez a történet. Ez egy kicsikét azért szentimentálisan hangozhat, de mi valójában civil szervezetként próbálunk működni. Még egy fontos dolog van, illetve kettő, és aztán abba is hagyom. Az egyik az, hogy belevállom most egy nagy tervbe, ha sikerül megfelelő támogatáshoz jutni. Majd a Laci tud beszélni, hogy hogyan lehet ezt elérni. Fog sikerülni. Akkor elkezdünk írni egy lexikont tulajdonképpen. Ez egy közös munka lesz majd, és hosszú-hosszú évekbe fog telni, hogy ezt elkészítjük. Ennek a neve az, hogy Vizeink története. Egy olyan átfogó, összefoglaló anyagot szeretnénk összeállítani Magyarország összes vízterületéről, ami nem csak a vízről szól, a vízrajzról, meg a földrajzról, hanem minden vízzel kapcsolatos rege, monda, történelmi esemény, híres személy, technika, hajó, csónak, halászat, pákászat. Tehát, hogy unblock minden, és ennek az a munka leve most, hogy Vizeink története. Ebből egy pár év múlva szeretnénk egy szép, vastag, kemény, fedeles lexikont látni,
minden egyes vízitúrázónak a focán. De jelen pillanatban ez most egy ilyen internetes, közös tudásbázisba fog megnyilvánulni, amire majd fel fogunk kérni mindenkit, hogy minden, amit tud, az tolja bele. És a másik pedig az, hogy szeretnénk, régóta rugdossuk a rendszert, hogy legyen visszaállítva ez a vízi jártassági igazolás, papír, diploma, hívjuk, hogy akarjuk. Ez nem sikerült, úgyhogy most mi úgy gondoltuk, hogy miután civil szervezet vagyunk, és egyszer a Parti Zoli, néhányan ismertek a Parti Zolit, egy nagyon ügyes, okos, kenus felsenyző, előadó tanárember, azt mondta, hogy mivel mi civilek vagyunk, ezért bármilyen hülyeséget mondhatunk. Ezért most úgy gondoljuk, hogy mi megcsináljuk a saját magunk vízi jártassági oktatási rendszerét, összeállítunk egy anyagot, és azt fogjuk rá mondani, hogy mi ezt elfogadjuk, és a mi tagjaink, a mi barátaink is elfogadják, akkor elkezdenek ennek mentén dolgozni. Ha ez elindul, és lehet, hogy 1, 2, 3, 5 helyen valaki úgy gondolja, hogy ez neki tetszik, lehetséges, hogy úgy egy nagyobb erővel keresztül tudjuk vinni azt, amit ilyen jogszabályi környezet mentén nem sikerül. Mert én úgy gondolom, hogy a vízi jártassági képzés az fontos lehet abból a szempontból, hogy a hajózási szabályzat sok mindent szabályoz, de pont azt nem, hogy ki mehet a vízre és milyen körülmények között, ezen próbálnánk segíteni. És miután most jön a Pándi Laci, azért ne átadnám neki a szót. A szövetségnek a honlapját, majd fogok ilyen kis kivetítéseket csinálni, illetve készítek egy anyagot, miközben itt beszélgetünk egymással, mire a fontos gondolatokat fölírom, el fogom mindenkinek küldeni, mindenkinek megvan az e-mail címe. A szövetségnek a honlapján minden anyagunk nyilvános. Minden, amit mi valaha kitaláltunk, dokumentációkat, különböző fogalom meghatározásokat, anyagokat, mi oda feltöltünk, ott tudtok nézelődni. Sok minden van, túlságosan sok minden talán, úgyhogy mi is eltévedünk benne. És akkor most a Laci-nak átadnám a szót, aki civil, civil életről. De is működik a kávégép, tehát ez... akkor kérhettem, mert ez teljesen jó. Nekem jó háttér neked is, de... Megkeresztem neked a másik időt. Addig tarts fölöket, Laci Lecskény. Ez nem az, ez az. Mindjárt lekopott. Látom, készültetek. Na. Na, már látok semmit sem. És valami. A Hervik segítségével sikerült ezt a kis prezentációt összeállítani. Azért választottam ezt a címet, mert úgy gondolom, hogy a civil szervezetnek alapvetően a működéséhez szükséges a forrásteremtés. És a forrásteremtésnek az egyik lehetséges módja a pályázatok útján történő forrásteremtés. A pályázatot alapvetően egy belső igényből szükséges megírni mindenkinek, és az ember saját magából kell, hogy kiinduljon. Mert ő a világ közepe. Úgy, ahogy Leányfalu is a világ közepe, úgy minden ember a saját világának és a saját életének a középpontja. És azért választottam első parancsolatnak ezt, hogy tudod, hogy ki vagy, hogy mit akarsz, hogy ő saját maga kell, hogy saját magából előhozza azt a valóságot, amit szeretne megteremteni. Minden embernek, illetve minden egyes szervezetnek szüksége van egy folyamatos önfejlődésre, és ez az önfejlődés, ez alapvetően, mint ahogy itt olvasható, megvan. Ja, mehet tovább? Mehet tovább, igen. Bocsánat.
nagyon fontos, hogy, hogy a civil szervezet egy folyamatos fejlődési útvonalat járjon be, és ahhoz értéket kell, hogy teremtsen. A Vadkacsa Egyesület például 25 évvel, 26 évvel ezelőtt alakult, és azért tudott még megmaradni, mert folyamatában úgy ítéltük meg, hogy meg kell, hogy újuljunk minden nap. A pályázatokat, nagyon sok pályázat van, tehát most is legalább egy olyan 1000-2000 pályázatot írnak ki. És nem mindegy, hogy az adott szervezet milyen pályázaton indul. Tehát nagyon fontos, hogy a pályázatokat áttekintse, és ezáltal kiválassza, hogy, hogy mire, mire pályázik. Tehát nekünk például a Vadkacsa Egyesületnek, illetve a Duna Régió Szövetségnek alapvetően olyan van ez a Nemzeti Együttműködési Alap, és a Nemzeti Együttműködési Alapnál olyan pályázatokat adunk be, mert általában nyerni is szoktunk, ami, aminek az alaptartalma mindenki számára, a pályázat kiíró számára is elfogadható. Tehát nagyon fontos, hogy megtaláljuk azokat a célokat, amik, amiket a pályázatokban megfogalmazunk. Eddig kb. Egy olyan 50-80 pályázatot adtunk be, akár a Vadkacsa Egyesület, akár a Duna Régió Szövetség, és azért voltak általában egy 80%-ban nyertes pályázataink, mert saját magunk írtuk ezeket a pályázatokat. Jelenleg nagyon sokan szakosodnak, vannak pályázatíró cégek, akik általában olyan sablonokkal, illetve olyan kész sémákkal dolgoznak, amik ugyan nyerők lehetnek, csak általában ezek a belső tartalmuk nincs meg. Tehát amiket mi adtunk be, illetve írunk pályázatokat, ezeknek megvan a saját alaptartalma, illetve az életből. Tehát a saját életünket írjuk meg, mint pályázat. És ezáltal szokott olyan lenni, ami általában szimpatikus és nyerő. Nagyon fontos, hogy mindenki, aki pályázatot ír, elhiggye azt, hogy az ő pályázat az olyan, ami szükséges, illetve értéket teremt. Tehát, hogyha valaki nem hisz abban, hogy amit meg akar valósítani, akkor az valójában nem is fog megvalósulni. Nagyon fontos, hogy ezek olyanok legyenek, amik a való életből jöttek. Minden pályázatnak van egy alap szerkezete, egy alap célja, és nagyon fontos, hogy ebben mindenki megvalósítsa saját magát. Olyan közösségi célok szükségesek, amik hosszú távon is meg tudnak valósulni. Ez az utolsó motívum, ez tulajdonképpen az életnek a körforgása, hogy egy egyesület akkor tud valójában működni és életképes maradni hosszú távon, hogyha van egy olyan alapcél, ami összetartja az embereket. Ezt én úgy fogalmaztam, hogy közös ég, tehát a magyar nyelv nagyon
plasztikusan ki tudja fejezni, hogy a ködös ég, a ködös spirituális belső tartalom, ami az embereket összeköti. Ez a ködös eszmeiség létve által jön létre egy olyan valóság, amit ködösségnek hívunk, és a ködösség az egy sokkal mélyebb tartalom, mint amit gondolnánk. Tehát ennek van egy saját belső világa. Akkor tud egy szervezet, illetve egy ködösség együttműködni, hogyha megvan az a közös spirituális talapzat, ami alapján együttműködnek. Ezután egy közös teret tudnak létrehozni, egy közösségi teret, amiben ők működnek. Azt sem szabad elfelejteni, hogy egyénekből áll egy közösség, és az egyéneknek is egy saját fejlődési utat kell bejárniuk ahhoz, hogy ezt fel tudják építeni. Amint ez megtörténik, akkor tulajdonképpen az egészség egészé válik az ember, és nem részek halmazaként működik, hanem egészként. És ezáltal tulajdonképpen ez egy olyan ciklikus dolog, egy spirális fejlődési szakasz, ami az egyénnek és a közösségnek az együttműködéséből jön létre, illetve fejlődik. Köszönöm. Ez egyébként konkrét példát, mesélj már, hogy hogyan szoktál te pályázatot írni, szerintem valaki nem írt még soha pályázatot, de pályázna? Mert hogy a Laci egyébként, most azért látom, hogy kicsit úgy néztetek rá, mivel azon, de csak varjó hidegvasra, hogy pontosan miről is beszél. Laci barátunk egy meglehetősen spirituális jellegű ember, viszont valami jó pályázatíró. Számszerűsíten is tudja itt a Pereházi úrral együtt. Megkérdezzük, hogy a nyíru pályázat. És én szerintem, hát, hogy ez most egy olyan közösség, akkor megoszthatják a gyakorlati tanácsaikat. Csak annyi van, látom, hogy na mondjuk erre pályázunk. Teljesen mindegy. 1000 evező csapás, ugye 1000-szer volt egy pályázat, erre a Laci mindjárt mondja. Jegyző asszonyunk találta ezt a pályázatot. Mondta, hogy ezt csináljuk meg. Mondtam a Lacinak, hogy azon kell gondolkodni mindig, hogy a pályázat kiíró mit szeretne. Tehát amit szeretne a pályázat kiíró, azt tehát a visszaírjuk, amit a pályázat kiírja. Megpróbálj kitalálni, hogy mit szeretne. És akkor én erre kitalálok rengeteg dolgot, és odaadom a Lacinak. Na most, amikor a Laci megírja, arra én már rá nem ismerek, és innentől át is tudom neked adni a dolgot, mert valami iszonyat nyelvezete van az uniós pályázatoknak is, és én ezeket nem értem. Tehát hiába olvasom egyszer-kétszer, ez már egy másfajta nyelv, tehát azért ezt meg kell tanulni. Az ötlet az nagyon fontos, az általában megvan, de mint előbb említettem, ennek nyomát sem látjuk a pályázatban, és akkor a Laci majd itt mindjárt el fogja mondani, hogy lehet ezekbe a rubrikákba beírni. Jó, hát ez a mostani pályázat az volt, hogy 10 iskola, 100 diák, 1000 evezőcsapás a Szentendrei Dunákban. És hát tulajdonképpen erre fel lehetett fűzni ezt a dolgot, és hát nagyon örültünk, hogy ezt össze tudtuk így hozni. Végül is. És két hét múlva itt lesznek tanárok, testnevelő tanárok, illetve olyanok, akik az iskolában a vizitúrát szervezik, és el fognak jönni. Tehát nem tudom, van, gondolom mindenki írt már pályázatot, nem? Nem, soha nem.
Nem. Nem. Az inkább az úgy, hogy minden napos az oké. Ja, értem, jó. Na jó, jó, mert nagyon fontos, hogy ott kell egy ihletettség. Tehát engem mindig a Pepe szokott leírni a maga Füli Csimis stílusában a dolgokat, és én meg hát én meg átírom, tényleg nem ismer rá már utána, de annak is van egy saját stílusa. Hát igen. Amiért tudom, most már látunk olyan embert, aki sokat írt. De ha visszaadod neki, aztán utána Pepe mit kezdve valamit nem ér. Én a mennyet pályázati pénzt költöm el. De van nálunk egy munka megosztás, a pénz nekem kell hozni, és ő meg elkölti. Nagyjából ez a... Nagyon nehéz. Gyakorlatilag tanács az, hogy a Margarita. De hogyha... Igen? Miért a pályázatot? Arról beszélnél esetleg, hogy merre felé tudnak pályázni? Hol találtok rá a pályázatot? Hol keressék? Hol keressék? Mert aki nem csinálta, nem tudja. Ja, értem. Azt nem mondják. Hát... Igen, megtartás. Nem. Azt mondtál, hogy először csináltam pályát. Nem. Van, hát van 4 vagy 5 különböző ilyen pályázati újság. A pályázati figyelő, pályázati menedzser. Tehát vannak olyan újságok, ahol ezt figyelembe lehet kísérni. Elő lehet fizetni ezekre. És... Hát nagyon fontos, hogy van egy kiírt pályázat, azt gyors el kell olvasni, és el kell dönteni, hogy alkalmas-e a szervezet arra. Mert általában a pályázat elején megfogalmazzák, hogy mi a pályázati feltétel. Tehát van úgy, hogy van egy statisztikai szám, van egy 17 jegyű statisztikai száma minden civil szervezetnek, és ott a hátulról a, nem is tudom, tehát különböző ilyen tagolású, és van a fő célja a szervezetnek, és van úgy, hogy azt a számot írják, milyen, kik felelhetnek ennek meg. És aki nem felel meg, akkor be se fogadják a pályázatot. Tehát először azt kell eldönteni, hogy alkalmasak vagyunk-e. Tehát a szervezet alkalmas-e, megfelele a pályázati írásnak. És utána, amikor ha úgy ítéljük meg, hogy megfelel, utána kell tulajdonképpen azt az egyedi jelleget leírni, amitől nyerővé válhat a pályázat. Tehát az a lényeg, hogy ön folyamatosan figyelik a civil szervezetek számára kiírt pályázatok ezreit, igen. És igen. Akkor abból lehet szemezgetni, hogy pipa. Tudom, naponta jelennek meg, tudom. Akár százassága a pályázatok. Tehát az a helyzet, hogy ez külön. Tehát kell, hogy valaki ezt állandóan csinálja, mert ha ezt nem csinálja, akkor... Tehát nem a pályázat nem fog bekopogni, hogy itt vagyok, és akkor írjatok meg. Ez nem az első, a legnehezebb, mert ugye egy csomó feltételnek meg kell felelni, tehát azért ez úgy működik, hogy van egy... Menjek ki! Dehogy megyek! Éppen legalább. Tehát ez az első összehozni a legnehezebb, mert ugye megvannak azok a tárgyi feltételek, aminek meg kell felelnie, mindenféle statisztikai megfelelőnek, és utána már ezeket mindig be tudod rakni a te pályázati akaratodnak megfelelően. Tehát ez nem egy egyszerű az eleje. Az első kaptafa. Hát igen. Az első cél, hogy mindenkinek legyen olyan tezaurusza, amiben ilyen kis saját sémák el vannak rejtve, illetve tartalmaznak, mert hát én most már úgy írom a pályázatokat, hogy tehát nagyjából
megvan az alapváz, és az alapváz van kiegészítve konkrét, egy-két konkrétummal. Mert egyébként, ha meg kéne írni, hát elég nehéz. Tehát mindig újat alkotni, az elég nehéz. Miután a működésnek van egy, minden szervezetnek van egy alapműködés, és az alapműködést kell valahogy megjeleníteni a pályázatban. És hogyha ez sikerül, mindig kell egy-két új elemnek lenni, ami de például a Nemzeti Együttműködési Alap pályázataihoz én tulajdonképpen a működési pályázathoz én már évek óta ugyanazt adom be. Miután sikerült a Vadkacs Egyesületnek is, meg a Dunarúgió Szövetségnek is csináltunk egy úgynevezett névjegyet, és a névjegy meg a bemutatkozás az nagyjából ugyanaz. Tehát ez mindenképpen... Viszont legalább mondjuk a pályázatnak az egy negyedé, de mindig az adott konkrétum, az adott új vonulat. Tehát például itt most olyat is tervezünk a Vadkacsa Egyesületnél, hogy itt a Kacsa-szigeten, itt szemben van Leánytól a Kacsa-sziget, Kacsa-szigeten egy olyan táborozási hely modellt hozunk létre, amit majd ajánlani fogunk másoknak. És hogyha sikerül azt elérni, hogy ez mondjuk egy minisztérium befogadja, akkor sokkal nagyobb támogatási lehetőség van. Ugyanis a pályázatok alapvetően a kb. 5% amit a kormányzat így nyílt pályázatban kiír. Viszont egyéb forrásokhoz is hozzá lehet jutni olyan módon, hogyha tehát el kell kezdeni egy lobby tevékenységet. És a lobby tevékenység az azt jelenti, hogy például a Dunarégió Szövetség egy fél éves lobby tevékenység által tudott hozzájutni a Nemzetgazdasági Minisztériumtól 6 millió forinthoz, és ebből a 6 millió forintból le tudtunk gyártani két bőgős hajót a Tamás segítségével. És ez egy teljesen új elem. Meg a trélát. Én jobban mondtam, hogy Tamás csinálta meg. Tehát, hogy 6 millió forint plusz áfa, melyik olyan jól érzi majd. Ja nem, hát most nem, ebben nem csak ez volt benne, hanem a szállító tréler, tehát ebben több olyan jobb benne. Sajnos mikrobusz nem volt, tehát most azért pályázunk, hogy legyen egy saját mikrobuszunk is, hogy az Együtt a Vízen programot, az országos programmal tudjuk tenni, tehát el tudjuk menni mindenhová. Vannak úgynevezett hátrányos helyzetű folyók, például a Hernád, meg... Hát meg Pest megye. Hát 29 nagyobb folyó van Magyarországon, hát valójában mindegyikre, mert a Kajakkenő Szövetségnek egy programja alapvetően 4 folyóra terjed ki, de hát ezen kívül vannak még olyan folyók, ahol kb. 700 település van Magyarországon, a 3200 víz melletti település, és ennek a településeken él a lakosságnak a kb. 1/4, és alapvetően az elmúlt években vagy évtizedekben megszakadt a víz és a part közötti kapcsolat, és ezt a kapcsolatot szeretnénk újjáéleszteni. Tehát úgy, hogy iskolákkal, önkormányzatokkal vesszük fel a kapcsolatot, és hétvégeken vagy két-három napos programokkal elmegyünk, és az ottani diákokat, fiatalokat megevesztetjük. Hát tulajdonképpen az Együtt a Vízennek ez az alapmissziója. De ha esetleg a pályázatokkal kapcsolatban valakinek lenne kérdése,
akkor sok szeretettel, szünetben, egész nap itt vagyunk. Köszönöm szépen!